Az úgynevezett Kubatov listához hasonlította a talált dokumentumokat Mirkóczky Ádám. A polgármester rendkívüli sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az egyik polgármesteri irodában olyan 2014-es iratokat találtak, melyekben, mint fogalmazott, a Fidesz személyes adatokat és politikai hovatartozást rögzítve listázta az egrieket. A városvezető hangsúlyozta, ez sérti az egriek személyiségi jogait, és felvetik a választási csalás lehetőségét. Ez egy kézzelfogható bizonyíték. Itt Eger egy jelentős részének komplett listázását találtuk meg. Félreértés elkerülése végett olyan BTK-s külön elemekkel, hogy Nyitrai Zsolt 2014-es országgyűlési képviselőjelölti ajánlóíveinek fénymásolata, ami még üresen is BTK-s, nemhogy telibe, szenzitív adatokkal lefénymásolva. Minden lakos mellé ki volt írva, hogy ki fideszes, ki nem, ki halálozott el, ki volt otthon. A polgármester elmondta, politikai hovatartozásuk szerint beskálázva szerepeltek az egriek a listákon. Mirkóczky Ádám a közgyűlésen szólította fel a fideszes képviselőket lemondásukra, valamint kiemelte, vonuljanak vissza az egri közéletből. Hangsúlyozta, Nyitrai Zsolt fideszes országgyűlési képviselőnek és Oroyán Sándornak, az egri Fidesz-KDNP frakció vezetőinek is van ebben az ügyben felelőssége. Oroyán Sándor erre reagálva hangsúlyozta, Mirkóczky Ádám polgármester súlyos vádakat fogalmazott meg a Fidesz egri közösségével szemben, amit ezúton visszautasít. Mint mondta, a választási csalás elkövetésével vádolja a városvezető, amit állítása szerint soha nem követett el, ezért rágalmazásért feljelenti Mirkóczky Ádámot. Abban én biztos vagyok, hogy a vádak nem állják meg a helyüket. Egyébként, mivel kampányfőnök vagyok, ezért hadd mondjak egy úgymond háttérinformációt erről az egészről. 2014-ben ugyan én nem voltam, én nem dolgoztam az itteni kampányban, tehát az egyébként az ügy engem személyesen egyáltalán nem érint. Már amennyiben erről a 2014-es dokumentumcsomagról beszélünk, ami eddig nyilvánosságra került. De mint kampányfőnök természetesen tisztában vagyok a mozgósításnak a technikáival, amit mi alkalmazunk, és a választókkal a direkt kapcsolattartás technikáival. Ilyen lista és ilyen listázás, amiről a polgármester úr beszélt, ilyen nem létezik. Mirkóczky Ádám polgármester sajtótájékoztatóján kiemelte, mikor szembesültek a találtakkal, rögtön jegyzőkönyvet készítettek, és ezzel együtt adják majd át a rendőrségnek, a feljelentés megtételével együtt.